Üdvénégyel folytatjuk a The Great Eastern Chronicles-t. Hogy veszedik észre, ezt megcsináltam végre. De ezt viszont még nem, amit csak az utolsó epizódban lesz bemutatva. Tehát így mi már csak három kell kívni. Tehát ez akkor lesz meg, hogyha jön az utolsó videó. És akkor ez is meg lesz. Ez a mozgás jelentés kérdője. Nincs ott időpont. Ennek kérdezhetője, hogy ilyen Dr. Sleepy lehet akkor. Tudjuk, hogy Gregson nyomozott a vörös hajak után. De ő... De még Sherlock, hogy koordinál ez.
Igen, itt van a két vörös. Szóval... Öndőszik éve hoztam videóket. Meg ott képes, hogy cseh. Gyorsítő telkek elég jó kedvük van. Fabian de Russo. Meg a francia. Peppino de Rossi. Ez a pénzcsalók. Igen, már egy kis szélhámosod. Vesnek volt, akkor biztos erről. Igen, sok vörösöt láttak. Még
beszélni kell. Nem elég ezek a... Senki Zeusza. Szóval az ő hibája, hogy elkaptam. Azt látják, hogy ő nem volt ott. Biztosak benne. Nem mindig voltak ezzel. Elcsírt az, hogy akkor megölöm, akkor távozott a vörös hajóakkal. Ezt kell kideíteni. Ezt vesz? Hold it! Ez a több az ember szó. De nem mindenki a geninket szerette. De ő nem oldó. Igen, nem emlékeztetek. Készüljünk. Várjunk csak. A foglalkozással. Tudjátok, hogy mit érti? Tehát inkognitóban akartok kilépni, vagy szót tőlük. Nem az a semmi. Excuse me! Tudsz majd mondani? Mindig adta hozzá valamit. Baj, a szomával nem ért egyet. Hogy sokat beszél. Múlt valaki, aki itt felgyelődött.
nem fejlődtél. Tiltakozom. Még kettő megszólaltok. Igen, volt ott egy gyöngy. De nem olyan volt, aki itt látok a képen. Különböző volt az arca. Fiatalabb volt az életé. Szomorú arca volt. Azt mondom, nem akkor egy utasabb bizonyítékot. De mutatott valamit. Lepleszte az igazi kilétét. Tudja, hogy hamis. Kérdésítő volt. Szóval nyomj, nyomoztak utána. Szóval megtalálták a papírt. Azért ijedős volt. Benne kell lenni a bizonyítékban. Hát fontos, ez... A jó kérdés az, mert miért mutattam meg neki ezeket a... Biztos vagy benne, hogy csinál semmi köze hozzátok? Ezt mindjárt meglátjuk. Gregson irata. Akkor ezt kell megmutatni, úgyhogy... OBJECTION! Megmutatja Westrade-nek az iratokat. Ez hamis, vagy nem? OBJECTION! Tam.
Jó. De az azért el volt lopva. Tehát itt egy nem is tudta a jelentet. Ez meg volt öve, miért jelentett volna. Szóval más helyen volt megölve. De nem tudom semmi. Rossz a végén értem, hogy mondom egyszer magadtól. Elkapták a szűkos másodikét. Még később elengedték. Szóval nem titkolták. Megkapták, de nem ölték meg. Igen, elengedték. De az a halk biztos nyugodt lehet. Szóval a gyilkosa nem volt elbűtve. Második menet. Most a titkos retekeire volt kíváncsi. Kettő. Még ha nem is tudták, hogy jó volt az igazi detektíve. Féltek elengedni. Elvetítő az iratait. Hold it! What is this? Próbál megszökni. Hát nem vállalt az itt. Üdözték, de újra elkapták. Beültéték?
Nem. Excuse me! Már megint van furcsán beszélt. Miről? Adom már. Személyes tapasztal. Meg volt írni. Hova terve van? De nem. Bizonyíték arról, hogy valaki nyomta a nyakát. Lightpiece. Szóval a nyakában van egy vörös gyűrű. Vélemény? Ez fontos. Beszélj erről a sérülést. Erről bevesed erről. Kapták és visszatudték. Like this. Szóval próbálatom volt vezetve. De várjunk csak... Mit is kérve mutatom, mert elfejtettem. Várj! Szerintem tudom miért, de... Ez rendesen is szövető. Jó, akkor ez lesz az. Akkor... OBJECTION! Elkaptad a Grayson-t? A detektív nem volt kórázó, mert nem lehet is helyartó a vörös. Látok a nyakán a kórázó egy nyomát. Van nem Greg Stone volt az, van valaki más.
Meg inkognitóban volt, az nem Gregson. Akkor mit keresetne az irata? Hát az iratot valaki elmondta. Tehát két obszis tetén. Következetlenség vagy problémás. A kérdés, hogy ez a fegye hogy jutott hozzá a fiatalhoz? De akkor kit láthatod? Rosszó és Rosszi. Egy szélhámos. De mivel ott nincs póráznyoma a nyakán. Így nem Gregson kaphatták el. Tehát is nem volt időpocsékolás, elkezdőleg. Mi nem végeztem. Csak itt is... Kinek volt az irat? Csak olyan lehetett tettése, aki pulázom volt vezető. Meg kell választanom, hogy ki az. Mert kivel találkoztatok? A kérdés van az egyszerű. Itt a bizonyítékra látjátok ezt? Mondd itt. Take that! Névtelen ember, akit láttok. De megkérdezett rá az irat. De észrevett a nyakán, de óráz nyomott. Vissza kell hívni ezt a Begyka köcsét. Itt a bizonyíték. Thank you.
köcsög minden tagad. Szóval nem volt ilyen dagadt ajkú. Nem érjék őt a liga. Érjük van. Miért csapatok van? Itt van, hogy egyáltalán nem esik. Na, az irata. Ez itt a jó kérdés. Összesen kell itt gondolkodni. Ő, ó, mondogattad. És megkapod a magadét. Hold it! Ez igaz, hogy bős valamon. Excuse me! Russo! Van valami mondom? Szóval így házi ők. Van egy van a az igazban nincs neve. Az igaz neve U-Ball. Nem álltunk. De hát ez ám. Elszólt. Szóval a neve U-Ball. Állítom. De nem akartál tudni a nevét.
protection. Tényleg az van. A négynek van köze az ügyhöz. Az a négy meg volt említve. Tehát ő az, aki kiadta a lakást. Ott, és ott volt elfedetve nála. Beszélj arról. Miért nem említettem a nevét? Nem akarok oda alkotni a szélét. Nézem, hogy nem lehet egy idióságot. Szóval ki a dolgó? Ő. De hogy mi a különbség? Mi közel ennek az egész ügyhöz? Most megkapod a választ erre. Ezzel. Úgyhogy OBJECTION! Mi készened az autó? Ez a autó hozzád tartozik. Nem igaz? Elmondanád, hogy ki vagy? Már késő? Nem hagyhatunk békén. Na. De ez mégis átszállás. Hát az olyan könnyen lehet átszállni. Fel kell fedezni az arcát. Most reszke. Tehát ha ez átszak, akkor az igazi kiléte kell derüljön. Tehát mi az igazi neve? Ez itt a jó kérdés. De igen. Daily Vigil. Take that!
Tailwindje amellett. Tényleg ismert ezt vagy. A felesége kereste őt. De nem jut haza. Amikor ő felgyelő meghalt. De ő biztos ott volt a ligában. Szóval értettem, mindenki vagy hajtalan. Talán az egyik magyarázat, hogy ő. Miért itt ahogy már hajtalan? Akkor vegyük le azt a... ...látszát. Gyerünk! De igen. Lefogni! Most már jobb van. De van akkor nagyon rövés, hogy... Nos. Be a fejét. Mindenki látni akart így. Ahogy mondtam, igaz volt. Láttátok ezt az ott? Őt látták. Szóval nem volt hátszában akkor. Szóval a börtön pancsa volt korábban. Tíz év ezelőtt még dolgozott a börtön. De kirúgtam. Milyen délvicső. És 10 000 még börtön pancsa volt. Mi volt az állat? A másik gyénye. Amit ő hozott létre. Tönkre ment. Igen, végelt itt a korjában. 10 évezet. Úgy foglalkozásokat keresett. De nem jár sikerre a munkaügyben. Szóval eladásokkal foglalkozom. De a feleségéről nem tudom.
Szóval nem odás van. Legolcsóbb... házad életik. Szóval öt kérdést kiejte, ahogy tudtam. Hát ott nem volt olyan nagyobb kár. Mit tette? Két fiú van, egy feleség. Nem akar csalódáskozni a családján. Szóval megváltozott a foglalkozását. És ikarágat okozott rá. De annyit nem tudok keresni, amennyit így rögtön meg tudok. Hát így jobban nem tudta eltartani a családját. Gregsonnak közölhette az egészet. Gregson meg nap felfedezted. Ismerte őt. Szóval megállodott a Feston Sneedy. És egy napon... egy titkos küldetés bízott rá. Hogy játszanak magát detektívnek. Figyelmeztette néhány dolgokon. Ezt is nem akarta, hogy elvárul a változás. Egy papírokat is küldött. Mindent a csalódott. Hát az jutott, hogy nem akarok vezetni. Buktatta le őt. Tehát a biztos, hogy a gyilkosság nem ott történt, ahol Reinske egy gyilkosságot adta.
De sajnálatos módon ez elpusztítja az emléletet. Hát egyébként nem volt a parkban. Tehát semmi közük a gyilkossághoz. És már be is bizonyítottuk. Tehát a bizonyítása nem jósult le. Viszont... Kázóban még nem akarja a vigyáj. De még így kid is akar feltenni valamit. Biztos ott volt egy kivégzésnél. 10 éve ezelőtt. Tudni akarja, mit történt az apjával. Mi volt a dolgod a kivégzésnél? Beszélj! Hogy van közel ebből? Szicsőd. Igen. De olyan most egy ügyő és tízéz dolognak van köze valamihez. Szóval nem ő maga. Ő nem olyan nyugodt, mint itt. Nem csoda, hogy így is segít. Szóval apjára kíváncsi. Elvárja a bízzal. De. Nagyon keveset tud arról. Elfelejtetted? Hogy miért te mondod? Nem beszélek az egyik törékét tudom. Hát ő el van zárva. De sosem hagyja minket se. Ha eltörjük azt a zárt, szabadon engedjük a memóriát.
az embernek elő kell jönni. Szóval ez volt az állítól, mert tudja, mit tett itt az apjával. Ez egy meg kilétség az igazságot, minden áll. Igen. Mutatni kell bizonyítékot. Hát nincs. De elfelejtettem, melyik az. Lehet, hogy ez lesz az, de jobban el kell olvasnom. Jó, de van más is még ezen kívül. Lindről nem is beszél. Nincs. Jó, akkor csak ez lehet. Take that! Ezt a dokumentumot? Szóval te eltávolítottad. Nem pedig önmagam eltávolítottad. Hülyeség, itt a bizony. Hogy te kértél rúgva, kell tud legyen valami okkal. Valami tettél. Emlékezz vissza. Hogy szöldelek. Ez 10. volt az utolsó kivégzés. De van komoly dolgok történt akkor. Most már kezd visszajönni valami. Az volt a professzor kivégzés. Tehát ott kell akkor lennie. Ismerős. De a kivégzés valamiért nem volt? Lenne. De a sírból valahogy kijött. Tehát az egyébként kijött a sírból. És volt tanú is rá. Enoch Trevor. Történt egy lövés. És valaki ott lőtte le. Ez volt a professzor utolsó pillanata. Thank you.
itt a börtön egy káosz volt. Megszökött a rab. A temetőben lőtték le. Visszatért az emléke. Képek jelentek meg nálam, meg sikolj. Jelentések voltak. Vépiról kész szemet látott. Tehát tőleben tényleg megrémült. Mert ha megtudtunk volna az a kivégzés, akkor benne nem került volna elő. Sok vérpi nyomba került elő. Majd bozomas dolog történt. Az, hogy azt tudták, hogy ők vett el az a kést. Már szívét ott. Tehát kiegődték a börtönbe. Elküldték őt ide. Meg azt mondta, kirúgták. Ezért nem tudott. A legutáltabb gyilkos. Hagyta megszökni. Az érdén befelegzett. Hűhű! Hol is tűzített a képe. Viszont csökkent a koporsóba és hosszabbul ki onnan. Ez még rejti. Tehát biztosan élve temették el. De most a bíró ezért tudok kiszabadulni. With Mr. Vigil's collapse, proceedings came to an abrupt end for the day. Once again overshadowed by the legacy of that notorious killer, appearing like a cursed ghost ship on a foggy ocean. Lord Van Zeeks, Mr. Vigil, Kazuma, and Gregson. All of them bound by invisible chains anchored to the same wreckage in the murky depths of the past. But the miraculous light that had been trying to cut through the gloom and shine on those tragic events was playing on the edges of the truth at last. Tehát éve volt temetve, a professzor de kiszabadult onnan, de valaki onnan ott lőtte le, pontosan a sírjánál. De hogy hogy két a kovosom, az jó kérdés. Tehát a bíró belekezdett temette
a tárgyalás, mivel Vigil elájult. Tehát más nyomozások folytatódik is azzal a végén is a 9. epizódban. Legközelebb. Ennyi volt már. Legközelebb megszerzem azt a medált is. Nyomozás közben. Ennyi volt. Szevasztok.